Sziasztok, kitaláltam egy érdekes rejtvényt. Először is lerakok egy creepert, aztán átváltok túlélőbe, és megvárom, hogy így aktiválja magát. Na. Aztán gyorsan kilépek. És mi fog történni, hogyha most visszalépek? Egy, onnan folytatódik a jelenet, ahonnan, ahol kiléptem, tehát befejezi ezt a sistergést és felrobban. Kettő, már föl lesz robbanva. Három, vagy nem lesz aktiválva. A megoldást megtudjátok a videó végén. Ne írjátok a hozzászólásokban, ott van a videó végén. Sziasztok, Daráb, illetve kirakózzunk! Az első pályát nem tudom ki csinálta, az e-mailben az ár, hogy TB csapat. Nevet nem adtak a pályának, annyi, hogy kirakós kalandpálya. Hát, az már nem tetszik, hogy az már nem tetszik, hogy kreatívban vagyok, de még adok egy esélyt, végülis ez nem daráló. Elnézők vagyunk. Nézd meg a pályát, szerintem ez a vége. Minek létrázok, tudok repülni. Hát, jó, megnézem a pályát. Szigorúan nyomd meg, azt mondja, hoppa, építettem. Hát, ez egy jutalom piros csiga. Aha, csak a végén vagyok, sejtettem. Dobd ide, ha kesz vagy. Van. Jó, oké, pár perc, megkeresem az elejét. Azt hiszem, megtaláltam a kezdőszobát. Itt vannak ilyen elóre, masodszor, meg harmadszor gombok. Szerintem ez az eleje lesz. Hely, de jó kedvemben vagyok, hogy még nem léptem ki. Azt mondja, szia! Udv a mapon, bocsa, helyes írás miatt, mert nem magyar a gepem. Na persze. Másodszor, szabályok. Ne ús blokkokat bekes nehessegen jatsz. Kezdes. Kezdeshez fordulj meg. Szörnyű írás, de tetszik, hogy ilyen sortöréseket hagyott. Reston, oké. Van egy kevés. Ez semmit nem csinál. Első feladat, juttas aramot a gebbe. Hát akkor juttassunk aramot. Ha kesz. Gebb felfele. Elektromosság. Jó. Itt lehet nézelődni. Itt meg ki lehet menni a semmibe. Akkor nézzünk be ide. Nyíl. Ezt is egy gomb. Valamit csinált. És itt is kim vagyok. Hát... sajnos ezt így nem tudom folytatni. Kicsit olyan érzése, mint a, érzése van, mintha félkész lenne, vagy... az biztos, hogy nem tesztelt. A következő pályát Dóri készítette, és írt mellé egy TXT-t. Szia Csabusa! Dóri vagyok, és ez az a TXT, a kirakott... Szia Csabusa, Dóri vagyok, és ez a TXT a kirakott kirakós pálya melléklete. Időben nem tudom mennyi lett, de nem biztos hosszúságú. Szabályok normálon járt, az indulásnál kapott tárgyakat többször is felhasználhatod, az esetleges hibákat ne használd ki. Oké. Minden nyomolapra lépj rá. Jó, igen, és a pálya neve kirakott kirakós. Itt vagyok a szép házamban, hát egy kicsit... szeles időnk volt. Csiga gyűjtemény. És tök üres. Akkor csigákat kell majd gyűjtenem. Na kezdjük ezzel. Gondolat. Úristen, betörtek. Jó, vágom, de állat. De... ezt a logikát nem igazán vágom, hogy mindkét ablak be van törve. Az egyiken bejöttek, a másikon ki? Elvitték mindenem. A tévé, gép, telefon és... a piros plüss csigáim, meg kell keresnem, ehhez rohadt jól indul. Lopták a csiga gyűjteményem. És tényleg, a csákányt, ami balta. Meg a szabadon használható létrát. Itt hagyták.
Ez is üres. Ez is üres. Hát akkor... Júj! Ez mi? Csapda! Jaj, ne! És sablon... És sablon kalandpályára kényszerítenek? Ne! Hogy lehetnek ilyen kegyetlenek? Ha a dolgaidat akarod, ahhoz el kell kapnod. A dzsungelfa úton indulj. Ez a tolvaj beteg. Azt akar, hogy elkapják. A dzsungelfa... Ez. Itt nem olyan szép a díszítés, az elején olyan jól indult. És rálépek. Lila csigák. Ó, hogy minden fa más színű csigához vezet. Azt mondja... Szia, mi vagyunk a lila csigák. A piros csigaidat nem erre találod. Oké. Menj a fenyőfa úton, keresd az admirálist, ő tud segíteni. És most ezeket így vegyem el. Legalább egy... Elszökött majdnem. Ez egy kis lila csigám. Akkor nyomás a pirosokért. Ajaj, elágazódás. Jaj, ne, labirintus, ne. Elektromosság. Jó. Hát ez tényleg zsákutca, hogy messziről kinézett. Várjunk csak, de hát vannak szabadon lerakható létráim. Zseniális. Csüh. Szia. Én vagyok az admirális. Segítek megtalálni az eltűnt csigáidat. És hogyan? De cserébe, kérlek segíts nekem egy készíts nekem egy számszeríjat. Úgy tudom, a töltsfa úton kell tovább menned. Na hát így egy fokkal egyszerűbb. Aha. Hát... azt mondta, hogy bugokat ne használjam ki. De arra nem számított, hogy Csabusának küldte el ezt a pályát. Nem csinál ugrás effekt. Ajjajjajj. Oda. Jaj, ott végig. Áh. Kis troll. Jaj. Fú, milyen izgalmas ugrálás volt. Itt van a tévén meg egy piros csiga. De mit mondanak? Valamit adnak. Ugrást. Ajjajjajj. Piros csiga. És hazaviszem a tévét is, még szép. De hová ugorjak? Hát amely azt illeti, már csak egy út maradt, úgyhogy kizárásos alapon. Ha leszek tuti, meghalok. Mondtam. Akkor lássuk az utolsót. Itt jobbra. Nem erre vannak a piros csigák. Tudom. Itt az a számszeríhoz fát vágni. Ide tedd a számszeríjat. Ja, mert hogy a csákány most a bal... Értem, ez nagyon poén. Ilyen fák vannak, úgyhogy most a csákány a balta. Csak hogy az be van állítva, hogy én ne kapja blokkokat. Ahaha, nem is baj. Itt a számszeríj. És akkor ajtó nyit a szuperkulcs, és ember le fogom vágni ezt a gonosz tolvajt. És ott van. Csá. Ez túl sötét. Itt van a számítógép és piros csiga, de van már nálam piros csiga. Haza. Hú, köszönöm, hogy kivitted a pályám, nem vittem én sehova. Készítette Pentek Dori.
Akkor szépen visszamegyek a... A következő pályát azt mondja Fondli... A következő pályát Fondli Ponedli Y és PKLM készítette. Nagyon jó kis levelet írtak, egyébként még videót is adtak, hogyha esetleg elakadnék, és letöltési linket is adtak, úgyhogy ez kint lesz a leírásban, azt mondták, hogy megoszthatom. Úgyhogy oké, és... Ja, és a videó, és a pálya címe, azt még nem mondtam, Csigabigusz megmentése. Ami elég ironikus, mert itt az van, hogy Csigabigusz megkeresése. Jó, hát akkor valamelyik. És akkor így kezdünk. Ó, ismerős ez az építmény. Azt mondja, üdvözlet! Üdvözöllek a kirakos kalandpályánkon. Készítette a Fondli és PKLM. Szabályok. Azt mondja, ne üss ki és ne rakd le blokkokat kalandmódban, még kis nehézségen jelent beállítva, el is várom. Ne válts játékmódot és ne használj semmilyen parancsot, mert be van állítva. A pálya 1.8-ban készült, abban is kell kijátszani, a pálya egy játékos módra készült, több játékos módban nem is lehet tesztelve, és valószínűleg nem is fog működni. Azt írta, ugye? Nem is működik. Történet. Ez is egy átlagos napnak indul, felkelsz és enni adsz a csigádnak, azonban mikor kimész a konyhába, a csigád nincs ott. És véletlenül nem piros színű. Azt mondja, ideje felkelni. Meg kell etetnem. Csigabiguszt, ahogy így hívják a csigámat. És úristen, de rossz szakás vagyok, ég a konyha. Csigatáp. Az igen, ezzel tettem a csigát. Hát akkor lehet, hogy azért ég a konyha, mert befentett egyet a csiga. Azt mondja, fogas. Hát akkor simán felöltözök. Bár tudjuk, hogy az oroszlánon elég hülyén néznek ki ezek a ruhák. Főleg a balerina cipő, kakisgatyó, véres zubbony, és agy... mi? Agytartó. Szerintem csak követni kell ezt a vonalat, erre ment a csiga. Nem most komolyan, most erre van a pálya? Ez is sajnos nem derül ki. Jaj. De gyorsan lehet pattogni. Gondolat. Ja, hogy ez volt a csiga helye. Aha. Hova tűntél, csigabigusz? Megesküdnék rá, hogy tegnap este még itt volt, biztos játszani ment a barátaival, a piros csigákkal. Ó. Megyek, megkeresem őket, biztosan ő hagyta ezeket a nyálkákat. Biztosan. Azt mondja, Kenny 26 háza. Ez egy ilyen, Sanyi háza, Csabusa háza. Ez egy ilyen emeletes háza, akkor elég, akkor inkább lakás. Káposzta háza. Csak nem Andi. Nem, ő Piroska néni. Fúj, mi ez az undorító nyálka itt? Pistike háza. Tényleg nem lehet-e erre vánszorogni egy csigát? Kati néni lekvár főzdéje? Az illegális lekvár főzde. Lángos árus. Ez igen. Egy gondolat. Már tegnap felkeltette az érdeklődést. Nem. Zajuk. De nem férek itt át. Úgy látszik, ő igen. Na hát milyen okos vagyok. Hát, ha látták a piros csigákat a réten játszani. A réten játszani. Egy hét, mire kimennek. Erdő és rét. Hát azt mondtam, hogy a réten, akkor kezdem az erdőnél. Csak nem es. A Melon Factory most epítés alatt al Juli néni. Le kéne már aratni azt a búzát. Téged. Farm, Juli néni tanyája, Patrik háza, Csabinyú háza. Ó, de szűk helyen laksz, Csabinyú. Azt mondja, Matyi háza, éj mosdája. Már mosodája. Tudom, valaki. Matyi, merre tartasz, Csabusa? Kábel, Ábel háza. Ott van is valami. Egy tábla. Ekezetek, es, iras, jelek, kitiltva, poén. George háza. Itt egy idegen vezető. Jöjjenek a Biltóba a gyertyafényes vacsorára mindössze 99,99 ért. Itt egy erdő. Óriás slime. Legyegőzve? Mi is itt a Biltó? Köszönjük be az erdőbe.
Uhú. Jó, látom, itt forró nyomon leszek, úgyhogy megyek a rétre. Admirális, nem erre vannak a piros csigák. Csak ideig kellett volna eljönni. A mai napon a rét a zöld csigák számára fenntartva. Ja, hogy ez egy ilyen két blokkos csiga. Hát fura, hogy mindegyiknek leesett a fejed, egyébként poén. Gép? Elektromosság? Ez senki. Páncélszekrény aktiváló gomb. Te ki vagy? Ő az öreg vadász. Üdvözöllek szerény hajlékomban. Hát egyébként tényleg eléggé szerény. Tudod, én már nagyon öreg vagyok, és nehezen tudok járni. Tudom, ott van a nevedben, hogy öreg vagy. Megtennéd nekem azt a szívességet, hogy hozol nekem egy számszerű íjat a fegyverboltból? Utána légy szíves, tedd a páncélszekrényembe, és nyomd meg a gombot. Előre is köszönöm a segítséged. Érdekes. Fegyverbolt. Van puska, számszerű, meg így. Ma akció van. Vegyem mindenből annyit, amennyit csak akar. Nesze. És kaptam egy kart. Aktivitó kar. Aranyra lehet lerakni. Pont ez a folytatás. Nézzük meg, mi van a ház mögött. És semmi. Stanci néni háza. Tső. Supermarket. Fejáró a belvárosba és a sötétség erdejébe. Asztalom. Az átkés ára 5 arany. Krakagyilá. Tehén termesztő. Itt van egy eladó. Hát ami azt illeti, hogy négyzetméterre ennyi, hát ez egyetlen négyzetméter. Nemzetinek nem mondható múzeum. Hullámos út. Boszorkányháza. Azt a mindenit! Ó, te szépség! Gondolom, te is azért zaklasz, mint a többiek. Át akarsz kelni a fizetős szakaszon ingyen. Nyomd meg a varázsgombot, menj a titkos alagútba, majd a falnál ugorj egy nagyot. Nek meg mi értelme van? Titkos alagút. Juhó. Pedig olyan érdekesen indult, hogy megkeresem a csigámat, de egyre irracionálisabb ez a pálya. Le van zárva. Lejár az erdőbe, külvárosba, itt is ott arany a belépő. Városháza. Szia, Hírobrány, most véged. Juhó, de félek. Azt mondja, Valika takarító cége. A városvezetés felbontotta a szerződést velünk. Srek mocsara. Egyre kevésbé értem ezeket a kiírásokat. A rendőrség, ezt meg igen. Csontváz, megszöktem a biológiás szertából. Oké, Balázsháza. Kék hal, álszámítás technikai szervíz. Építészeti bolt. Én régebben szöktem meg. Régi csontváz. Autóbontó, factory. És itt a nocs. Na milyen a Minecraft? Dundidóra. Ez kezd inkább egy easter egg gyűjteményé válni. Stanci néni, kérjük vissza a pénzünket. Jó. Itt is zárva. A sötétség erdeje. Öljetek meg. Befejezés. Akkor inkább követem a nyálat. Csigabigulsz, hogy nézel ki? Jesszusom. Befejezés? Hát itt vagy, Csigabigulsz, miért kószáltál el idáig? Na mindegy, a lényeg, hogy megvagy. Kattints ide a végszab megjelenítéséhez. Készítők? Ja, rákattintok, akkor kire őket biztos, nem? Köszönjük, hogy kijátszottad a pályánkat, jutalmat nem robbansz fel, reméljük tetszett. Fú. Meg kicsit sok volt. És akkor ugorjak le. És akkor a csiga nyálkáján pattoghatok. Csigabigulsz. Ez is piros gomb, biztos megöl. Nem. Ezt én építettem, tetszik? Fú.
A mai utolsó pályát Marcipán 5000 készítette, ő is adott címet, kirakós kalandpálya. Lássuk! Ho! Ez eddig a legérdekesebb terep, ha? Kezdjük ezzel. Júj, mennyi kiírás. Üdvözöllek, készítő Marcipán 5000. Érezd jól magad, szabályok, békés nehézség beállítva, kalandmód is beállítva. Ne menjek el a pályáról, teszteld a készítőt. Ja, tiszteld! Játsz 1.8-ban, játsz egyedül. Történet, a nevet Csabuson nem mondod. És egy városban élsz, egy nagy meteor közeleg, azonban a pajzs elromlott. Téged hívtak ki, hogy szereld meg. Csak úgy véletlenszerűen vagy, én pajzsszerelő vagyok. Rájöttél, hogy a gépet meghajtó piros csigák elszöktek, az elektromosság pedig elfogyott. Oké, jól kezdődik. Feladat, találd meg a piros csigákat és szerez áramot a mellette lévő gépbe. Hú. Azt mondja, elektromosság adagolása, piros csigák adagolása. Nincs piros csiga. Nincs elektromosság. Jó van. Erre. Zöldséges. Hát, ha megéheztek a csigák. Steve utca. Azt mondja, szia. Hello. Ó, oh, milyen szép rózsaszínnel van írva, akkor legalább mondom a színhez illően. Hello. Nem tudod, honnan szerezhetek piros csigákat? Ha hozol nekem egy szemszögét, akkor segítek. Rendben. Akkor fegyverbótot kéne találni, gondolom. Az ötségesnél csak nem lesz. Úgyhogy megégett valaki. Nem erre vannak a piros csigák. Park. De lehet, hogy a fegyverbót erre van. Nagy csucca. Itt egy creeper. És creepernek hívják. Ezek a teremtés fái. Itt teremtek a creeperek. Itt teremnek a creeperek. Mi ez? Fegyverraktár? Yeah! Hogy találtam elsőre? Nem, mást azért nem lopok el. Nem, vagyok én olyan lopok el. Nem. Hopp. Gyémácsra lehet lerakni. Hát gondolom csak így nyomjam meg. Aha. Azt mondja Ádám, az admirális mindig hazudik. Köszönöm. Pú, bassz, mekkora segítség. Ó, és ott van, ott a gyémánt. Tonyor. Ha-ha-ha. Nem kopi. Utalás. 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 Ja, ismerős rejtvény. Ez nagyon egyszerű formája. Hopp. Ja, hogy többször is eljátsza velem. Köszi. Ez már fokkal cselesebb, ez már érdekesebb. Inkább így. Aha. Jó, ez tök érdekes volt. Ha ez is el. Piros csigák. Ennyi. Ja, meg elektromosság is kell, igen, még nem ennyi. Juhú, aha, mit találtam? Hát nem sokra megyek vele. Viszlát. Üdvözöljük Csabu falván, haha! Hát csak nem sokan jönnek, mert itt fal van. Ha, földből max a giliszták jönnek. Azt mondja, akció, akció, steak, dinnye, fa. Válogass nyugodtan, minden ingyenes. Hát ez egy ilyen színezett fa. Na. Elektromosság, nem mondod? Áram. Hát ez könnyen ment. Elektromosság. Akkor már csak vissza a főtérre. Azért megnézzük a zöldséges, nem? Kaptam melépát. Meg almát. Akkor elektromosság. Van elektromosság. Csigák betáplálva. Köszönöm, hogy végigjátszottad a pályán. Pályám Marcipán 5000 készítette. Jó. Hát ennyi volt a mai 4 pálya. Egész jó voltak, az elsőt leszámítva, ugye. Úgyhogy hamarosan, nem tudom mikor, jön a következő 4. A kézikönyv fogjon. És most lássuk, mi fog történni a creeperrel. Igen, nem lesz aktiválva. A hangot ugye megint lejátsza valamiért, megjegyezte a játék, de a creeper nem lesz aktiválva.